Elkezdődött a győri késhelő diákpere, miután a korábbi előkészítő tárgyaláson nem fogadta el a büntetés kiszabását. A fiú a stresszel, a nyomással, az érdemjegyeivel indokolta azt, hogy miért támadt rá késsel tanárára. Tavaly decemberben rontott rá a pedagógusra a fiú, aki azt állította, hogy nem tervelte ki előretettét. A bíróságon a fiú édesanyja is azt mondta, hogy ő a felelős azért, ami történt, mert nem vette észre fia autizmusát. Tavaly decemberben érkeztek nagy erőkkel a rendőrök az egyik győri gimnázium elé, mert ott az egyik diák dühében egy késsel megszúrta a fizika tanárát. Az egyébként jó tanuló diák egy hármast kapott, ettől lett dühös. Azt mondta a bíróságon, hogy nem emlékszik az esetre, de abban biztos, hogy nem mutogatta a kést, nem készült a támadásra. A fenyegetésnek nem mondanám, amit mondtam, inkább hirtelen felindulás. Nem gondoltam olyan, amit mondtam, és ezt a penge mutatásos dolgot, ezt én nem emlékszem ilyesmire, hogy tettem olyan bármi ilyesmit. A fiatal támadó a börtönből bocsánatot kért a megtámadott tanárától. Később az előkészítő ülésen nem fogadta el az ott felajánlott büntetést, ezért került a bíróság elé. Itt az édesanyját is meghallgatták, aki azt mondta, hogy ő a hibás az esetért. Nem ismertem fel az autizmusát. Nem az okozta a cselekményt, hanem a megnemettettsége. A folyamatos stressz, ami annyira kikészítette, hogy az orvosok által leírt kimerülési szakaszba került, de annak örülünk, hogy nem vesztettük el. Ezért gondolom úgy, hogy ami tavaly december 5-én történt, azért én vagyok a felelős. A fiú azt, hogy megtámadta és megszúrta tanárát, beismerte, de tagadja, hogy mindezt előre kitervelten tette volna. Ő azt állítja, hogy hirtelen felindulásból támadta tanárára. A bíróság később hoz ítéletet.